Csodálatosan szép napot kívánok nektek, 5. nap, 5. lúk. Ahogy ígértem nektek, a mai nap az egy illúzió lesz, és nézzétek meg, 5. napra Bence is becsatlakozott hozzám. Kicsit fura, de... Ja. Ahogy látjátok, ez az egész videó voiceoverben fog lemenni, ugyanis gondolkozás nélkül mondhatom, hogy ez volt az eddigi legnehezebb arcfestés, amit csináltam, és szerettem volna 100%-ban arra koncentrálni, amit csinálok. Mindenképpen szerettem volna lealapozni az egész arcomat, a biztonság kedvéért egy tökéletesen egységes alappal szerettem volna kezdeni, és ahogy látjátok, elkezdtem felrajzolni egy nude szájceruzával magát a mintát, hogyha egészen őszinte akarok lenni, utólag teljesen feleslegesnek érzem, és másodjára már nem így csinálnám, viszont így éreztem biztonságosabbnak, úgyhogy elkezdtem felvázolni a mintát. Közben szeretnék egy kis figyelmeztetést itt elejteni nektek, ugyanis az egész videó alatt annyi vakarózást fogtok látni, hogy az valami hihetetlen. Nagyon csikizett mindenhol minden, úgyhogy előre is elnézést szeretnék kérni. De attól függetlenül, hogy másodjára nem így csinálnám, nagyon kényelmes volt a nude ceruzával felrajzolni mindent, ugyanis ahogy látjátok többször is, egy beauty blenderrel, amivel az alapozót eldolgoztam, nagyon egyszerűen tudtam hát végül is radírozni. Úgyhogy többször volt, hogyha valami nem tetszett, akkor azt letöröltem, és teljesen újra kezdtem. A leírásban is meg fogjátok találni, viszont itt is el szeretném mondani, hogy utolsó napra, ugyanúgy, mint a tavalyi évben, most is egy Mimi Choi arcfestést választottam. Fantasztikus dolgokat csinál az a nő, és hosszas családi megbeszélések után arra jutottunk, hogy ezt esetleg nekem is sikerülhet megcsinálni. Nem tudom, hogy sikerült, majd kíváncsi vagyok, hogy nektek mi a véleményetek róla. Így néz ki a teljesen felrajzolt vázlat, és miután ezzel kész voltam, úgy döntöttem, hogy a szememet fogom elkezdeni megcsinálni. James Charles palettából két rózsaszínt választottam, és ahogy látjátok, P. Louise Bézzel elkezdtem lealapozni a szemhéj részt, talán mondhatjuk így. Menet közben egyébként egy harmadik James Charles színre is váltottam, ugyanis egy kicsit túl ciklámen volt az, amit elsőre választottam, de szerintem azért így is vállalható lett. Ahogy látjátok, az alsó szemhéjamnál elkezdtem felvinni a világos rózsaszín színt, ami utólag megint csak teljesen feleslegesnek mondható, mert a P. Louise Bézz egy olyan alapot adott az egésznek, hogy bőven elég lett volna, hogyha csak a ciklámen sötétebb rózsaszín színt elkezdtem volna eldolgozni, és egy kis fehérrel aztán lefixáltam volna. Ezt később egyébként fogjátok majd látni, hogy attól függetlenül, hogy világos rózsaszínnel bealapoztam, mégis megcsináltam a fehéres verziót. Amíg Bence ott volt velem egyébként, végig sorozatot néztünk, úgyhogy nagyon buli volt, hogy nem voltam egyedül, és még szórakoztunk is közben. Amin egyébként közben gondolkoztam, hogy lehet, hogy még jobb lett volna, hogyha leragasztom a szemöldököm, viszont ez nem jutott időben eszembe, de utána nem kifejezetten gátolt, de utána nem kifejezetten volt útba, amikor le akartam festeni, úgyhogy végül is nem szükséges, de lehet, hogy egy kicsit adott volna hozzá.
Hogy látjátok, azért nagy részeket ugrok, majd mindjárt elmondom, hogy miért, viszont következő lépésben elkészítem a konkrét szemsminket, amit nem lehet tusvonalnak hívni, de igazából egy ilyen művészi tusvonal, fogjuk rá, majd mindjárt látni fogjátok, hogy miről van szó. Fekete aqua colorrel készítettem el egyébként az egészet, és ha jól emlékszem, akkor csak az utolsó utáni pillanatban fixáltam le fekete szemhéjpúderrel, és azon gondolkoztam menet közben, hogy miért van az, hogyha aqua colorrel festek akár az arcomra, akár a szemhéjamra, akkor szerintem egész jól megy. Viszont egy nyomorult, teljesen natúr tusvonalat majdnem, hogy képtelen vagyok meghúzni. Ahogy mondtam már nektek, viszonylag nagyobb részeket ki fogok hagyni, ugyanis az egész smink körülbelül 7 órámba telt, és a videó pedig 4,5 órás lett. Hagytam ki elég nagy részeket a felvételből is, úgyhogy egyik oldalt mindig megmutatom, legalább, viszont nem szerettem volna mind a két oldalt, mert másfél órás lenne a videó körülbelül. Ezen kívül egy rész van, amit véletlen teljesen kihagytam, de azt majd mondani fogom, hogy mit csináltam közben. Ezután úgy döntöttem, hogy a nénit fogjuk megcsinálni középen, nem tudom, hogy minek hívjuk, egyébként egy táncos figura, igazából balerina, hogyha jól sejtem. Mivel nincsen ennyi fajta aqua colorom, ezért sima szemfestéket oldottam fel vízzel megint, ami egyébként a végén minőségben pár helyen látszik, sokkal szebb lenne, hogyha mindenhova egységes aqua colort használtam volna, viszont szerintem így is egész jóra sikerült. Elkezdtem megrajzolni az arcot, ahogy látjátok, szemöldök, szemkörvonal és orr, illetve a fülek. És például itt van egy olyan rész, ahol felesleges volt a körvonalazás, ugyanis ahogy látjátok, itt is javítok, illetve a fülön is javítottam még utólag. Egy kicsit túlméreteztem pár dolgot, és arányaiban is szerintem elcsúszott egy-két helyen, viszont egész könnyen tudtam javítani. És itt volt egy nagyobb ugrás, ahogy látjátok, a szemhez és a hajhoz nagyon közel kellett mennem a tükörhöz, hogy lássam pontosan, hogy mit csinálok, és az sajnos nem látszik a felvételen, úgyhogy ki is vágtam, de a hajat megcsináltam egyébként egy egységes barna színre, ahova aztán utólag visszamentem, és sötétebb, illetve világosabb csíkokat vittem bele, hogy egy kicsit talán élethűbbnek látszon, és ahogy látjátok, két-két szál vagy tincs hajat felrajzoltam a homlokára, hogy ne tűnjön túl. Akarom azt mondani, hogy parókásnak, de igen, parókásnak. Majd amikor a hajával kész voltam, elkezdtem megrajzolni a felső testét, és ahogy látjátok, az egész orromat be kellett festenem feketére, amit pont az előbb mondtam Bencének, hogy látni fogjátok mindjárt. Konkrétan az orrjukomba kellett festenem, olyan szinten csikis volt, hogy majdnem meghaltam menet közben. Egy picit javítanom is kellett, ahogy látjátok, de az aqua color, amíg nem szárad meg, addig egészen könnyen törölhető sima papírral is, úgyhogy szerencsére könnyen tudtam javítani. Miután készen voltam a fekete résszel, elkezdtem megrajzolni a szalagokat, inkább kitölteni. Nagyon nagyjából csináltam meg, úgy voltam vele, hogy később úgyis egy csomót kell még javítanom, árnyékolnom és körvonalaznom rajta, úgyhogy nagyjából csak kitöltöttem azokat a részeket. Thank you.
Hogyha pötyögést hallotok mellettem, az azért van, mert Bence nagyon agresszívan veri a billentyűzetet, viszont elkezdtem kitölteni a szoknya részt is, ahol egy kis helyet azért kihagytam, látjátok, a számot nem csináltam meg teljesen, ugyanis tudtam, hogy itt még nagyon sokat kell innom, és nem szerettem volna megint aquacolort enni, mert az elsőre se volt jó ötlet. Majd elkezdtem a homlokomon kitölteni egy nagyobb részt. Megint csak, hogyha teljesen őszinte vagyok, akkor azzal az átmenettel nem vagyok elégedett, egy kicsit se, de nem szerettem volna túl sok időt eltölteni vele, ugyanis nagyon sok dolgom volt még ott hátra. Elkezdtem kitölteni az üres részeket, ami ugye bőrszínű, később lesz néhány helyen egy kis átmenet, vagy egy kevés árnyék, viszont a James Charles palettából egy a bőrömmel tökéletesen megegyező szemhéjpúderrel elkezdtem kitölteni, ugyanis szerettem volna, hogyha a fényét el tudom venni az alapozónak. Nem fixáltam a bőrömet, miután lealapoztam, ugyanis a púder nem sokat segített volna az aquacolorök felvitelénél, viszont utólag szükség volt egy kis mattításra, ugyanis kezdett túlságosan olajos lenni a bőröm, ami egy kicsit se nézett ki jól. Ezután, ahogy látjátok, egy kicsi satírozó, illetve egy nagyobb satírozó ecsettel elkezdtem felvinni a kis árnyékokat, lájtos kis színezéseket, és apránként elkezdtem picit precízebb árnyékolást is. Itt kezdtem el rájönni, hogy nem egészen vagyok elégedett ezzel a ciklámennel. Nem volt rossz, viszont pár helyen szerettem volna egy kicsit mélyebb lilát látni, hogy az árnyékok is egy kicsit mélyebbek legyenek, illetve összességében a szín valahogy jobban tetszett volna úgy, amit utólag egy kicsit tudtam is korrigálni, viszont nem lett olyan, mintha eredetileg azzal csináltam volna. Elkezdtem kitölteni a szalagok közti részt is, ahol szükséges volt mindenhova a színátmenetet megcsináltam. Miután mind a két oldallal végeztem kitöltés téren, elkezdtem megcsinálni a fekete részt az arcomon, amit megint csak először aquacolorrel töltöttem ki, utólag pedig egy nagyon kicsi fekete szemhéjpúdert is tettem rá, ugyanis a számhoz közelebb eső részén kell csinálni egy kis színátmenetet is. És ha az egész sminket, vagy inkább arcfestést nézzük, akkor az a rész az, amivel a legkevésbé vagyok kibékülve, ugyanis azok a színek, amiket ott kellett volna használnom, egyáltalán nem voltak meg nekem aquacolorbe, és teljesen szemhéjpúderrel kellett megoldanom, amitől egy kicsit szerintem szürkés, összemosott hatása lett. Az egész sminkben remélem, hogy elveszik, és nem olyan feltűnő, viszont hogyha csak azt az egy elemet nézzük, akkor szerintem egyáltalán nem szép, úgyhogy itt ezzel tudom, hogy nagyon sok időt eltöltöttem, hogy megpróbáljam vállalhatóra megcsinálni, és a helyzetből kihoztam a legjobbat, viszont az érvelésemet már hallottátok. Ezután elkezdtem az alatta lévő részt is beszínezni, oda egy nagyon kevés árnyékot tettem, a képen nem láttam pontosan egyébként, hogy hogy van az ott megoldva, viszont itt egy kis alkotói szabadságot adtam magamnak, és egy nagyon minimális árnyékot tettem oda, nem szerettem volna túl sok hangsúlyt fektetni arra a részre, ugyanis elég sok minden van már folyamatban azon a részen az arcomon. Ahogy látjátok, alul is elkezdtem a szalagokat kitölteni, illetve a szoknya alját is elkezdtem megcsinálni. Majd ezután a kis masnit is megcsináltam a balerinánk hajában,
amit először csak kitöltöttem ugyanazzal a színnel, amit a szalagokhoz is használtam, majd elkezdtem árnyékolni és highlightolni. Bár ahogy látom, először a lábát kezdem el megcsinálni, amivel teljesen indokolatlan módon nagyon elcsúsztam arányaiban. És ezt látni fogjátok is nem sokára. Először megcsinálom a cipőjét, illetve elkezdem megcsinálni a lábán magát az árnyékokat, és egy kicsit látjátok, hogy a szám aljánál vastagra sikeredett a combocskája, és amikor ezt egyben néztem és megláttam, hogy hogy néz ki, úgy döntöttem, hogy oké, ez így nekem nem tetszik, úgyhogy egy picit bevizeztem az ecsetemet, és mivel minden aquacolor vagy vízzel feloldott szemhéjfesték, így töröltem belőle, és olyan vékonyra csináltam, ami szerintem arányosan és esztétikusan néz ki. Ezután elkezdtem megcsinálni a kis függőleges vonalaimat a szám mellett. Őszintén megmondom, hogy fogalmam sincs, hogy az milyen rész akar lenni, de elkezdtem azt megcsinálni, és itt láthatjátok, ahogy nagyon erősen küzdöttem, hogy valami használhatót kihozzak végeredménynek. Egyébként, ha valaki kíváncsi rá, akkor itt használtam fehér aquacolort bekeverve rózsaszínnel, egy kis narancssárgát is használtam, különböző árnyalatú rózsaszín porokat, mindent megpróbáltam, hogy a legjobban nézhessen ki, és a végén pedig a highlightokat fehér aquacolorrel tettem fel, amit megvártam, hogy egy picit megszáradjon, addig látjátok, elkezdtem beárnyékolni a balerinának a lábát, és miután megszáradt nagyjából a fehér, elkezdtem egy kicsit elhúzogatni, elmaszatolgatni, hogy tényleg úgy tűnjön, hogy valami ott csillan, illetve magasabban helyezkedik el, ne csak fehér csík legyen rajta. Viszont ezelőtt, ahogy láttátok, még körvonalaztam a fekete részt, ugyanis egy kicsit elmosottak lettek a szélek, amik nem kifejezetten tetszettek. És a balerinának igazából a vállánál, hónaljánál összekötésben volt egy kis csipke-szerű részecske, úgyhogy azt is megcsináltam, sima fehér aquacolorrel. Nagyon picike részlet, szerintem nem is igazán adja át képernyőn, semmi extra nem volt benne, csak nagyon-nagyon picike volt. És ahogy látjátok, ugyanazzal a dupla nullás ecsettel, amit eddig is használtam, elkezdtem körvonalazni a szalagokat, és megint csak, hogyha aquacolorrel csináltam volna, egy kicsit szárazabb, nem olyan nedves aquacolorrel, akkor szerintem jobban nézett volna ki, és egy kicsit talán egységesebbek tudtak volna lenni a vonalak, illetve egy kicsit szaturáltabbak, aminek kifejezetten örültem volna, viszont ezt is csak szemhéjpúderrel tudtam megoldani. Összképileg szerintem egészen jó lett, de tudna sokkal-sokkal pontosabb és jobb lenni. Ahogy látjátok, itt megint ugrottunk egyet, végig befejeztem az összes szalagot, majd elővettem a fehéret, és elkezdtem a szalagokon belül egy kicsit árnyékolni, inkább highlightolni. Pici színkülönbség van szalagokon belül, de szerettem volna, hogyha egy kicsit nagyobb a színkülönbség, úgyhogy azt megcsináltam. Elkezdtem megcsinálni a számat is fehérre, ugyanis a szoknyának a legalja fehér, viszont belőle kellett egy kis fekete, amit egy cseppet elkapkodtam, ugyanis nem száradt meg teljesen a fehér a számon, ezért egy nagyon picit szürke lett a végeredmény, amit utólag természetesen fogok majd javítani, viszont ott már nem tudtam vele mit csinálni. Ezután elkezdtem felrajzolgatni a kis fodrokat, talán azok lehetnek. Ezután pedig a ráncokat csináltam meg a ruhán, majd hogy egy kicsit textúráltabbnak tűnjön, elkezdtem szóló fehér vonalakat betölteni a kis fodrokba,
amiket néhol kiebb húztam, néhol rövidebbre hagytam, vagy éppen jobban eldolgoztam, vagy határozottabb, élesebb vonalra hagytam. És amikor az megszáradt, akkor elkezdtem a vonal munkát befejezni, ahogy látjátok, a kis fehér részek között, illetve a szám belsejét is kitöltöttem fekete szemhéjfestékkel. És igazából itt már csak nagyon-nagyon aprólékos dolgokat csináltam, hogy a szoknya minél élethűbbnek tűnjön, és ne csak csíkoknak a számon. Utolsó lépésben pedig feltettem egy kis szempillaspirált, illetve egy műszempillát, amit személy szerint nem tartok fontosnak, szerintem nem feltétlen kellett volna, viszont Mimin volt szempilla, és úgy voltam vele, hogy akkor én is teszek, ha már ennyit dolgoztam vele. És a legutolsó lépésem pedig az volt, hogy egy csillogós szemhéjtust is feltettem, amivel színben cseppet sem vagyok elégedett, de a csillám az jól mutatott. És ez lett a végeredmény. Elképesztően kíváncsi vagyok, hogy mit szóltok hozzá. Ahogy mondtam már, ez az eddigi legrészletesebb arcfestésem, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok a visszajelzéseitekre. Ezen kívül Instán megtaláljátok a képet róla, TikTokra készítettem egy rövid videót arról, ahogyan csináltam, illetve a lemosásról is van videó, hogyha azokat is lecsekkoljátok, akkor nagyon szépen köszönöm nektek, és természetesen azt is köszönöm, hogy végigültétek ezt a videót, és itt voltatok ma velem. További szép napot kívánok mindenkinek, és holnap találkozunk az első körmös videóval. Sziasztok!